Református és katolikusok közös éneke zengte be a Kossuth téri református templomot Mátészalkán. A világ szinte már több mint egy évszázados múltra visszatekintő ökumenikus imahetet 22. éve szervezik meg a városban. Ilyenkor a különböző felekezetű gyülekezetek közösen a hét során egymás templomaiban tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Ebben az évben, 2023-ban az imahét témáját a Minnesota-i keresztjén testvéreink állították össze. Ugye Észak-Amerika egyik legészakibb államában, még a 19. században is a faji megkülönböztetés, a rasszizmus nagyon komoly méreteket öltött, és nekik nagyon sok sebük van ezzel kapcsolatban. És most, hogy ők állították össze az imahét anyagát, az egyik témaként azt jelölték meg, hogy a mindenféle faji megkülönböztetés ellen megszüntetéséért imádkozzunk, sőt, tevékenyen vegyünk is részt ebben, amennyire rajtunk áll. Illetve a másik téma, ami az aktualitását adja, ugye a háború, és ez pedig ugye hát Európában nagyon komoly probléma, ez nyilván Amerikáig is elér mindenféle hatásával. A lelki pásztor elmondta, a kezdetekben ugyan több embert mozgatott meg az ökumenikus imahét Mátészalkán is, mint manapság, a hívők számára ma is erős közösségépítő eseményt jelent. Mint mondta, különösen a mostani bizonytalanságokkal teli időszakban van szükség a közös imádkozásra. Amikor valami olyan dolog történt körülöttünk, ami indokoltá tett, hogy jó lenne találkozni, együtt imádkozni, ilyen volt a Covid helyzet, amikor ugye egy évig nem is tarthattunk imahetet, semmilyen más alkalmat, akkor ez rányomta a bélyegét arra, hogy aztán a következő évben nagyobb lendülettel, nagyobb lelkesedéssel, nagyobb várakozással, vágyjal jöttünk össze. Ilyen a mostani év is, hiszen most, amikor már kilábaltunk, azt lehet mondani legalábbis nagyvonalakban a Covid-járványból, akkor jött a háborúnak a borzalma és bizonytalansága, és most mi ezzel is kerestük meg a keresztény testvéreinket a felekezetek vezetői nevében, hogy bizony van okunk arra, hogy összegyűljünk, imádkozzunk azért, hogy legyen békesség a mi időnkben a Földön. Mátészalkán szombatig tart az ökumenikus imahét, a találkozókat minden nap 17 órakor tartják.